kettő. És akkor, hogyha mindenki elszívta az utolsó szál, finom cigarettáját és befáradt a terembe, elkezdjük, hogy folytatjuk a délutáni előadásokat. Okos rendszerek az Okos Városért címmel kezdünk most egy előadást Vedres Tamás ügyvezetővel, a BBD Influencer Marketing ügynökség részéről. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor felkérünk az előadás megtartására parancsot. Nagyon érdemes szakmai rendezvényt tartom ezt a mai. Lényegében úgy szeretném ezt felfűzni, hogy elég sok saját projekt lesz a elmondottak közül, és remélem, hogy felfedezitek a kapcsolatokat, hogy ez miért is. Okos rendszerek alkalmazásával egy okosabb városért küzdök én is, és a jövőképem is ez. Ki is vagyok én elsősorban, itt felsorakoztam pár dobozt, amivel igazából be lehet engem nyakni. Egyrészt a végzettségem alapján dizájner vagyok, média dizájner. Másodszorban vállalkozó az elmúlt 4-5 évben. Bizonyos tekintetben akár nemzetközi projektek kapcsán freelancernek is minősíthettek. Startup projekteink kapcsán igazából startupernek is minősítem magam, és egyes esetekben pedig konzultáns és online szakértőként is szerepelek. Egyik, tehát aminek ügyvezetője és tulajdonosa is vagyok, ez pedig a B-Band Influencer Marketing ügynökség. Elsődleges fókuszunk sok fiatal és most már idősebb korosztály számára is ugye egy nagyobb üzleti értékkel bír a Instagram felülete. Itt lényegében 2 éve hoztuk létre egy olyan adatbázist, amivel a cégek költséghatékony megjelenéseit szolgáljuk. Integrált online kommunikációs kampányokat szervezünk ebben, és elsődlegesen nagy követőszámú Instagram profilokat vonunk be, hogy a ti cégeiteket és szolgáltatásaitokat népszerűsítsen. Előadáson felépítés, elsődlegesen a rálátásomat szeretném számotokra bemutatni, majd hogy milyen programokon vettem részt, és akár mások is részt vehetnek ezeken a programokon. Nagy hangsúlyt fektetünk, hogy az erőforrások és az erőforrásoknak az újra kiosztása és egyenletes kiosztására. Szeretnék beszélni a felhasználókról és a felhasználók által felhasználható rendszerekről, és egy kis jövőbeli kitekintéssel fogok majd zárni. Tanulmányom egy tekintve, ahogy mondtam, média dizájn szakot végeztem, itt megismerkedtem a videózás, fotózás és a legtöbb digitális alkotásnak az eszközrendszerével. Hollandiában tanultam fél évig Erasmus program keretein belül, tehát lényegében a biciklis kultúrával és egy ilyen felzárkózott európai kultúrával ismerkedtem meg. A motivációm elsősorban az, hogy egy hatékony és élvezhető user élményt tervezzek. Nagy érdeklődésem van a design tekintetében, tehát digitális felületeket tervezek és hozzátartozóan a teljes user élményt, UI-t és UX-et megtervezem, akár munkatársakkal és egyéb csapattagokkal együttesen. Első tévés szereplésem egy pillanatra, ez a Regalitis projekt volt. Annyit lehet róla tudni egyébként, hogy számítástechnikai hulladéknak a felhasználásával hoztunk létre szobrokat, művészeti alkotásokat. Ha úgy nézzük, igazából ez a modern társadalmunknak a gyorsan lehasználódó eszközeiből próbáltunk valami újra használhatót alkotni, és lényegében ezt egy kiállítás formájában lett prezentálva a Fugában Budapesten. Részt vettem tavaly előtt a Vodafone You kampányában. Itt lényegében egy ilyen lift pitchen vettem részt, ahol bebizonyíthattuk, hogy számunkra is vannak olyan projektek, amik a hazai piacnak, vagy a nemzetközi piacnak akár releváns online megoldásai lehetnek. És lényegében itt két platformnak az előnyeit gyúrtam egy rész, vagy egy eszközé. Öcsi ugye már korábban beszélt a freelancer platformról, én a Kickstarter platformmal egészíteném ki ezt a kis gondolatot. Ugye a Kickstarter közösségi finanszírozással létrejövő projekteket támogathatunk, tehát lényegében mondjuk valaki kitalál egy olyan bűvítós gépet, amivel mondjuk fél perc alatt el tudjuk készíteni a teljes család számára ugye a reggelit, ebédet és akár vacsorát is, vagy automatizálva, és itt lényegében kitűzünk egy ilyen projektet, csinálunk róla egy videót, és az emberek, backerek, tehát a userek lényegében anyagi ráfogásokat
átfordítással tudnak segíteni a projektünk megvalósulásában. A freelancerek pedig ugye hozzá csatlakozhatnak ezekhez a projektekhez, a szaktudásoknak megfelelően, és itt teljesen transzparens, átlátható, és akár live kontextek formájában. Igen. Tehát lényegében ez egy ilyen webes platform. Jó, kaptunk továbbfejlődési lehetőségre igazából egy személyes mentorációt, ez a Kaptárka Working Office-ben került megrendelésre, itt ugye valamilyen szinten megismerkedtem a közösségi irodáknak a légkörével, Ricsivel is egyébként, és a Vodafone jó voltából pedig kaptunk egy igen értékes személyes mentorálást. Ezek alapján én közel kerültem ehhez a gondolkodásmódhoz, hogy igazából gondolkodjuk ilyen kicsit a dobozból, az inkább az out of the box. Megismerkedtem a holisztikus tervezés formáival és lehetőségeivel, ez nagyjából 3 éve volt egy kőszegi táborban, ott az utolsó magyarországi nemezgyárnak a újra gondolását és rekonstrukcióját gondoltuk át, holisztikus csapatokban, tehát urbanistákkal, dizájnerekkel, grafikusokkal és egyéb szakemberekkel dolgoztunk ki olyan megoldási terveket, amik teljesen tehát helyettesíteni tudják, vagy esetleg egy új funkcióval el tudják látni ennek a kőszegi nemezgyárnak a területét. De ez technológiai szempontból teljesen kicserélés és újra gondolásra szorult. Részt vettem a Metropolitan és a Design Terminál közös projektjében is, ahol pedig művészeti projektek kapcsán gondoltuk újra a digitális eszköztárakkal, milyen művészeti projektek valósíthatóak meg. Egyesek akár ismerhetik is Csajkovszki Jolanta cipője című művét, ennek egy digitális újra dolgozását, egy operatárot hoztunk létre különböző 3D vetítésekkel és zenei aláfestésekkel. Részben kaptam vállalkozói ismereteket, mint az ISMART-tól, a Vállalkozó Itthon Fiatal, az Európai Támogatású Programtól és a Design Terminál különböző programjaiból is. Nem tudom hányan ismeritek, de mindenkinek nagyon javasolni tudom akár a Budapest Startup Safari-t és minden ilyen startup kultúrát összegyűjtő rendezvényt. Itt betekintést nyertünk egyébként az éppen aktuálisan futó projektekbe, coworking helyszínekbe, sima irodákba és ongoing projektekbe és alkalmazásokba is kapcsolatban. Szakmailag számomra ezek igen releváns rendezvények, mivel ugye influencer marketinggel foglalkozok, nemrég került megrendezésre szintén Budapesten az Influencer Fesztivál, tehát ebből már az látszódik, hogy a KKV-k és igazából a cégek elkezdik használni ezt a digitális eszközt, hogy promotálják saját szolgáltatásaikat. Hosszú távon igazából az derül is, hogy már mai számok is azt mutatják, hogy ha influencer kampány használunk egy TV-kampány helyett, vagy egy rádiókampány helyett, akkor sokkal gyorsabban és költséghatékonyabban tudunk kommunikálni. Ezt szeretném szintén az okos város üzenetére is reformálni, tehát lényegében úgy, hogy használtunk influencereket egy új biciklis, egy új üzenet átadására. Az E-Trends Expo pedig igazából a mobil vásárlásokra, elkereskedelmi vásárlásokra vonatkozik, ami szintén nagyon nagy hangsúly kap egyébként idén. Nagyon nagy százalékokkal nő évente az, hogy most már mobilon vásárolunk, vagy weboldalban vásárolunk, és nem megyünk el fizikailag boltokba. Ez ugye elég nagy hatással van a kiszállításokra, az embereknek közlekedésére, és hogy hogyan veszük át, és hogyan tervezzük vásárlási szokásainkat. Hoznék egy kis fenntarthatósági példát, mivel nagyon gyakran szokták berakni prezentációkba is, ugye a célkereket, zöld energia és hasonló. Én a héten tudtam meg, hogy annyira zöld egyébként ez a szélerőmű, hogy nagyobb az ökolábnyoma, mint amennyi energiát vissza tud termelni. Tehát lényegében az előállítása egy ilyen eszköznek több károsanyag kibocsátással jár, mint amennyit vissza tud termelni mondjuk 10 éven belül. Ezeket érdemes mindig figyelembe venni, és olyan eszközöket és lehetőségeket biztosítani, amikor tehát hosszú távon az ökolábnyomot számításba veszünk, mint a produktum előállításánál, amely pedig annak működése közben. Rátérnék egy olyan projektre, amire lényegében 2,5 éve csatlakoztam hozzá, alkalmazott dizájnerként, 16-an igen. Nem tudom, hogy mennyire kell megmondani.
mesöltek, tehát igazából üzleti, technológiai szolgáltatások. Gondolom elég sokaknak van autója, autóbiztosítása, valamint esetleg kaszkója is. Akkor is pont álljon egy olyan alkalmazás, ami igazából fog egy célhardware-t, hozzá csatlakoztatod az autódhoz, és az autód és egy mobil applikáció kapcsolatában lényegében teljes információval, tehát akár az, hogy milyen gázadásokat adtam, milyen gyorsan haladtam az autómmal, teljes mértékben minden információt megkaphatunk az alkalmazásból, és kijelenti igazából a vezetési szokásainkat is. Ez egy hardware innováció. Itt össze van kötve igazából, csak fehér a háttér. Tehát van egy ponetikes céleszközünk, ami elhelyezése például az autóban, és a Cliff-nek a rendszer igazából pedig egy alkalmazás formájában biztonságot és biztosítást nyújt a felhasználók számára. Lényegében sokkal olcsóbb jön ki, mint hogyha folyamatosan fizetnénk a kaszkót, mivel hogyha mi mindig biztonságosan vezetünk, ezek a rendszeres adataink, akkor lényegében hosszú távon csökkenhetnek ezek a költségek számunkra, mivel nem szoktunk bajt okozni, biztonságosan vezetünk, hogy ezt tovább vetítjük ugye az önjáró autók felé, akkor pedig ez idő után szinte nem is lesz szükség, de ezt az időszakot áthidalva, amíg még tényleg emberek ülnek az autókba, addig ezekre szükség lehet és szükség van. Amit szeretnék még számotokra kiemelni, ez a gamifikációnak a fogalma és lehetősége. Tehát lényegében azáltal, hogy én a valóságban teszek dolgokat, most akár az, hogy beülök az autómba, megyek vele 100 kilométert, ez tehát hogyha egy játékban ezek érhetnek pontot, hogy 50 kilométert megtettél egy bokos helyszínen, akkor ugyanúgy a valóságban is megtettél 50 kilométert, akkor kaphatsz ehhez tartozóan pontokat, XP-ket, szinteket, léphetsz és hasonlók. Tehát lényegében a valóságunk kezd átcsúszni egy kicsit a játékok világába, és a játékok világa a valóságban, mint ahogy egyébként ez Kínában már egész jól működik, tehát az ottani utazások, hogy például kapnak pontokat a kínai állampolgárok, hogy milyen gyakran mennek, milyen messzire, milyen vásárlásokat tesznek. Ez rögtön vetődik arra, hogy közösség alapú az egész, tehát nem egy userről veszek, és nem csak egy usert elemzek ki, hanem az összes usert kielemzem, aki csak csatlakoztat van a rendszerhez. A Cliff.io esetén ez egy azonnali kárrendezést is eredményezhet, tehát most lényegében indulok az autóm, a félúton hazafelé nekem jönnek, összetörtelik fel, hogy túlélem ezt a balesetet, azonnal tudja a rendszer, hogy kinyíltak a lépzsákok, mentésre van szükség, annak tekintetében, hogy milyen gyorsan történt az üszködés, mentőt is tud hívni automatikusan a rendszer, akár a hatóságokat tudja értesíteni, az én hozzátartozóimat tudom értesíteni, mivel akár hogy betört a telefonom, vagy ilyesmi, akkor ezeket helyettem ugye meg kell tennie, és igazából 24 órán belül a számlámra meg is kaphatom annak az összegét, ami milyen értékű és típusú autóm volt, és általában milyen károk érhették. Tehát lényegében felgyorsítja ezt a teljes kárrendezési folyamatot, anélkül, hogy egy konkrét biztosítói szakembernek ki kéne jönni, heteket kéne várni, és így akár két napon belül már egy új autó vagy egy megszerelt autóban ülhetek. Azáltal, hogy ugye gamifikációban teljesen online rendszer folyamatosan látja mind az autódat, mind a telefonodat, mind az összes eszközödet, részletes vezető és fogyasztási adatok történnek és rögzítődnek a rendszerben, mivel ez adja a kárrendezés alapját. Mindenki a user adat lesz, és ezt el kell fogadnunk lényegében, és most nem szeretnék kitenni, hogy ilyen visszaélések lehetségesek ebből, inkább jó vagyok a pozitív hatásait nézni ezeknek az adatoknak. Tehát igen, meg fogja tudni, hogy hol szoktál tankolni, hol szoktál tölteni az autódat, most éppen hol parkolsz, hol szoktál parkolni, hogyan szoktál vezetni, esetleg ma ideges napod volt, gyorsabb gázat, több gázadást adtál, és kevésbé volt efficient igazából a közlekedésre, a súlyából esetleg, vagy a gyorsulási adatokból megtudhatja, ugye, hogy hány indultak az autóba, mikor mentek külföldre, és ilyen teljesen részletes adatokat mondani hosszú távon ez alatt. Tehát egy évig igazából azt mindenki használja, mondjuk, és akkor onnantól meg tudom mondani, hogy a következő évben várhatóan milyen kilengéseid és helyzetváltozó esélyeid lesznek. Kicsit a jövőbe látunk ezáltal. Ugye erről már szó esett, nem végig is a 80%-ra most bőven alásoltam, tehát átlagosan 90%-ban az autók most éppen parkolnak, a ti autóit is éppen most
most parkolnak várhatóan, mert nem használja előttetek valaki más, vagy hangkársering szolgáltatással érkeztetek. Szintén egy személyes példa, Budapest is egyébként 2015-ös, azt hiszem. Én voltam az ország első számú Uber sofőre. Igen, tehát a startupok meglátják a lehetőségeket, másfél éven keresztül vittem a saját autómmal igazából külföldi és belföldi utasokat egyaránt, rengeteg kapcsolatot és ismeretet szereztem ez alatt, és megszerettem egyébként a Spotify-nak a beépített szolgáltatását, amikor is lényegében elmondja egy életszerű helyzetet. Láttam, hogy közeledik az utasom, a fülében volt még ugye a fülhallgató, hogy közeledik az autómhoz. Én elindítottam az utazást, ő kivette a fülest, beült, és igazából ugyanaz a zene szólt tovább, amit ő hallgatott odáig a fülében. Flagentei, vagy nem is tudom, hogy ezt minek nevezzem, de ez nekem így nagyon megtetszett, hogy ez így történhet, és ennyire itt tartunk már 15-16-ban. Ez is statisztika, hogy egyébként 6 év alatt az Uber elérte az 1 milliárdos utazást, 2018 összesen ennyi embert elvitte. Igazából az alakul a világlakosságának akkor 1/7-6 év alatt, még hogy ismétlődő számmal is nézzük. Azt kell még ebből levonnunk, mint következtetés, hogy egy ilyen technológiai cég, egy ilyen startup, igazából egy alkalmazás, aminek nem kell fizikai kivezülés sem volna, ugye saját autó készítette, akkor és tudomásom szerint most sem rendelkeznek, bárhol el tud terjedni, ahol van internet, ott meg tudnak jelenni ezek a típusú appok-szoftverek. Mivel ekkora gazdasági erőt halmozott fel magában, ilyen bevételeket szerzett, igazából könnyedén megtehető, hogy az iparágokon átívelő szolgáltatást biztosítson, tehát belépett ugye az ételkiszállítás, az üzleti utak, a biciklit és igazából a teherszállítás iparágában és a személyszállításon felül. Szintén egy, nem is mondom, hogy budapesti példa, meg az a legalább 3 helyszínen tesztelnek és működnek, ugye az önvezető autóknak egy példája, csak azért, mert voltam, ismert több fejlesztőjüket, és tudom, hogy tényleg nagyjából, ugye, nem tudom, hogy onnan mennyi látszik, de ugye egy autó ezt látja az utakon, tehát ő inkább akadályokat és tárgyakat lát, amiket ugye el kell kerülni, ki kell kerülnie, és ez például tehát Budapesten már tesztelés alatt van, nem kell olyan tudom messzire mennünk, gondolkoztam is egyébként, hogy gyakornok, hogy valamilyen formában egy jelentkezés is hozzá. Jó, egy nagyon jó videót én is hoztam, és ha van lehetőség, akkor megpróbálom. Igazából az egyáltalán nincsen távol, be van szenzorozva, látható, így néz ki igazából egy ilyen autó. Most még ugye ül benne egy személy, aki kontroll tagként ugye benne van, de lehet csatlakozni ehhez a vízióhoz és rendszerhez. De egyébként nagyon sok videót találhatok még róla, meg YouTube önvezető autók.
és hasonló, tehát értelmes elindulni szerintem ebben az érdeklődési témában. Móbobiban nem beszélek, ugye elhangzott. Linki szintűvel annyit szeretném még mondani, hogy ennek pont részt vettem egyébként a magyarországi piacnyitó kampányán, tehát mindaz, hogy a YouTube hirdetéseket, videóbannereket és egyéb eszközöket szállítottunk és terveztünk ahhoz, hogy ugyan megvolt még a 2-300 rögtön telepített ugye motorkodokkal, de az embereket is el kell juttatni, hogy megismerjék azt, hogy ez már itt van lehetőség, amit edukálni kell őket, hogy nem kell hozzá kulcsot használni, mert például az alkalmazással tudod lényegében beindítani teljes mértékben a motort is, van benne egy ajháló, az ilyen biztonsági okokból, és ugye van egy bukós is, amit szintén egyébként itt elvesztünk hozzá. Alkalmazás van, Linky City. Hát, hogy beírjátok az App Store-ba is, tehát egész sok városban és országban elérhető most már. Szintén Moldimo, ugye most már kettő közül tudunk választani, tehát ugye ez az egyszerű, és most pedig pár hete megjelent, hogy most már Mercedes-ekkel is tudunk folyikázni. Ringo-ról szintén szó esett, ugye arról akartam csak szót ejteni, hogy ez egy bővülő zóna, egyre több autóban, és minden, amit itt tudunk ábrázolni, ezek térkép pontok, és a térkép pontok alapján pedig el tudnak tájékozódni a felhasználók. Ezt az üzenetet kell igazából eljutatni, hogy minél több valós és jól működő felhasználók legyen. Töltés és töltés. Igen, tehát ennek ki kell épülnie. Köszönöm egyébként ezt a tippet a villanyautók.hu-ban, valószínűleg én is fogom majd használni. És én azt látom, mint így jó megoldás most így hirtelen, akkor hogy tényleg szedjünk ki teljesen, tehát legyen eltávolítható az autóval az akkumulátor, és rögtön a töltőállomásokban inkább szabványos akkumulátorokat feltöltve rakjanak vissza az autónkban, és talán ez a jelenlegi leggyorsabb módja. Amióta még nem esett szó, az pedig az indukciós töltési technológiák. Tudomásom szerint a Tesla-nál például egy ilyen battery swap nevű szolgáltatás, ami közel igazából egy tankolás ideje alatt feltölti a teljes, hát 80%-ig a teljes akkumulátorunkat. Szintén a múlt héten ismertem meg, ez is egy magyar találmány és innováció. Annyit látott igazából meg az alkotók, hogy még mindig kézzel szokták kikötni egy a kis hajókat, jaktokat és ezeket az eszközöket, és hogy miért nem tudja akkor kikötni magát. Ez itt egy olyan rendszer, ami egyrészt növeli a kikötőknek a kapacitását és terhelhetőségét, de lényegében rátolat egy kicsit is megközelíti a hajó, és onnantól pedig automatikusan beparkod és bedokkol, és ugye elektromos akár igazából tölteni is tudnád ilyen hajókat az a rendszer. Indukciós töltés igazából, vagy új charging, technikailag ugye ez van mögötte, egy ilyen indukciós technológia belekerül ugye a tehát a legtöbb eszközünk meg telefonunk most már afelé tart, ugye, hogy ezt képes fogadni, annyit kell mindösszesen elfogadnunk, hogy ugye most már nem csak kábelen tudunk elektromos áramot küldeni és közvetíteni, hanem ugye ez vezetés nélkül is működő képes. A tesztek folynak, egy olyan ható távolságot tudunk egyébként áramot küldeni. Ezt a képet azért tettem be, meg én is most már kezdek. Tehát ilyen rendszereket használunk egyébként is, én is kezdek így gondolkozni, hogyha valamiből frekventáltan sok van, akkor arra célszerű valamilyen digitális megoldást, akár alkalmazást kínálni, hogy összegyűjti ezeket a térképpontokat, és létre is hoztunk egy ilyen alkalmazást. Ez tavaly nyár végén történt, a Magyar Állatorvos mobil applikáció, most már Dr. Pet néven, mert nemzetközi nyitottuk a történetet. Azt vettük észre egyszer, hogy nem volt olyan megfelelő webes felület, ami összegyűjteni az állatorvosokat, valamint olyan helyszíneket, ahol az állatgazdák, mondjuk esetleg hoteleket tudnak igénybe venni, tehát igazából kibővítettük, hogy elég nagy adatbázis van, hogyha te bármilyen állattartó vagy, akár papagájod van, pörcsögöd vagy bármi, akkor itt orvosi ellátást tudsz találni, hozzátartozóan panziókat, információkat tudsz kapni arról, hogy hogy utazhatsz vele és hasonló. Lényegében nem csináltuk mást, fogtunk egy nagy adatbázis palmaz, és a felhasználó szintjéről egy barátságos felületet kreáltunk, ahol ők ezeket átláthatóan és navigációval ellátható tudják használni. Így néz ki egyébként, kiválaszthatjuk, hogy milyen állatunk van, és annak alapján kilistázzuk, hogy ezek az állatokra, ahova mehetünk. Most már ennél jóval több térkép van. Van, top
egyébként az is kiderül, hogy valószínűleg nem csak én, hanem sokak másoknak is vannak ötletei. Naponta világszerte 7200 szabadalmi indítvány történik, hogy esetleg egy folyamat, egy weboldal, egy alkalmazás, egy működési modell. Most nem beszélhetnék belemenni, csak hogy nagyon nagy tömegből tekintünk, hogyha valami jót akarunk csinálni. Viszont, hogyha létrehoztunk valami ilyen jó rendszert, mondjuk akár az Ubert, láthatjuk, hogy 6 év alatt meg tudja mozdítani a világot. Ebből pedig azt akarom kihozni, hogy nagyon megörökövi tűzött az innovációk, a technológiák és a vállalkozásoknak az életciklus és a felfutási szakasza. Tehát most, és akkor mindjárt beszélek arról is, hogy miként vagyok startupper, tehát ott már az üzleti tervben úgy gondolkozunk, hogy egy-másfél év alatt szinte már mehetünk, menjünk exitelni, és ne így gondolkozunk rajta, hogy még ez meddig mehet tovább, jöjjön a következő projekt, következő projekt, következő projekt. Ilyen technológia akár végül is a 3D nyomtatás is, régen még csak ugye ezen álmodoztunk, én is kiskoromban, hú, hát ez tök jó lenne, hú, de jó lenne, és gyakorlatilag pedig itt van. Letöltök egy mobil alkalmazást, veszek hozzá egy célhardware, és igazából az ott felelhető tervrajzokból, mintákból azt nyomtatok magamnak, amit akarok. Igazából most már fémet is ugye lehet bizonyos szinten nyomtatni, tehát akár mozgó alkatrészeket, vagy nagyobb terhelést álló alkatrészeket is létrehozhatunk. Ami még nekem egyébként nagyon tetszik, és ehhez is egy ilyen szívem vágya, tehát a petpalackokat és egyéb hulladékokat újra felhasználni, mint alapanyag. És egyébként, amit itt látunk, ehhez nagyon közeli anyagot tudunk is csinálni petpalackokból, most már meg különböző ilyen vágóeszközök és beolvasztó eszközök állnak rendelkezésünkre, tehát újra hasznosított, környezettudatos és organikus formákat is tudunk tervezni, létrehozni, és tervezhetően szintén egy nap alatt elő is tudunk állítani. Szintén vannak rá egyébként alkalmazások, hogy hol lehet 3D kapacitást elérni, hogy más irodákban is élvezhessük ezt. Most ugye már ugye házakat is tudunk nyomtatni, ezáltal ugye tervezhetővé válik a okosváros, a település szerkezet, sokkal jobban megítélhető az, hogy ez a kocs, sőt, mivel most már a 3D tervezés maga is ugye ezen a szinten áll, teljesen előre meg tudjuk határozni, akár egy zöld mezőberuházás esetén, hogy ide hány épületet szeretnék, milyen kapacitással, hány ember fogod kapni, nekik milyen igényeik vannak, és szépen haladunk a felé, ugye, hogy akár ilyen épületeket is tervezhetünk. Itt mivel szenzorozatok vannak, számítások vannak, és meglévő statisztikák vannak, kiszámolhatjuk, hogy ezek a felületek mennyi oxigént adnak, mennyivel csökkentik az épületnek ugye a hőkibocsátásúját, hőtartását, tudjuk optimalizálni ezeket a felületeket és jobban használhatóvá tenni. Ennek van egy része a dekoratív oldala, és ugye a botanikusok és egyéb kert tervezők szerint ez eléggé szabad engedhetünk a fantáziájukat, és ez ilyen olvasatban is egyébként jó, valamint olyan olvasatban is jó, hogy nagyon tervezhető termelést tesz lehetővé. Most ezek elsősorban saláták itt egyébként, de elképzelhetünk bármilyen más növényt is. Én hoznám ezt a példát, hogyha nem vagyok botanikus se kertén, de tegyük fel, hogy mondjuk 30 nap szükséges ahhoz, hogy a kis salátából egy fogyasztható nagy saláta legyen ebből a eszközzel, akkor én azt előre tudom, hogy mai napon, hogyha küldtetek mondjuk 3000 darabot, akkor az egy hónapon belül nekem 3000 saláta, azt eladhatom, utána pedig újra termelhetem a következő, és hogyha esetleg növekszik a lakosság száma a városon belül, akkor csak növesztenem kell 2-3 sorra a termelési kapacitásomat, és így elláthatóvá válik igazán a teljes város, amit exportra is tudok termelni. Ezekből az is látszik, hogy nem biztos, hogy rögtön első esetben mindent jól beállítani, viszont a szenzorzatoknak és a rendszereknek köszönhetően optimalizálható egyébként minden ilyen növekedés, ültetés, technika, és tovább fejleszthető, bővíthető. Itt kombinálhatóvá is válik egyébként, ott alul például halakat néztenek meg, fölül pedig ugye a saláták, és ott még a kis saláták mennek körbe-körbe, ilyen 10-es medencékben, és amikor elérték a kellő nagyságot, akkor átadják a nagyobb medencére. Teljesen átlátható, kezelhető, előre kiszámítható, értelemszerűen most még költséges, de ezek az eszközök egyébként egyre közelebb fognak állni hozzá, mert a hatékonyság az magas, és itt még egy például a vertikális kertészet és a kombinálhatóság. Igazából elengedhetjük azt, hogy csak vízszintesen gondolkozunk és termesszünk itt,
ugye a fénynek a különböző mesterséges fényekkel igazából akár ilyen 360 fokos hengelyekben is termeszthetünk növényeket, szintén nagyon kiszámítható, ilyen kártevők és hasonlók igazából meg se támadhatják, mert akár elszigeteltőek ezek teljesen ezek a telepek. Itt pár embert szeretném mutatni, májusban, sőt áprilisban történt egy kis hajós utazásunk, a Nomad Cruise fedélzetén szintén ügyfülön, és azt szeretném jól elmondani, hogy ezek a rendszerek, amik itt főleg gépek vezérlik és hasonlók, viszont a rendszerek, amiket vezérelnek, most még emberek vezérlik ezeket a rendszereket, mint vezérlik a valóságot. Tehát ők például olyan emberek, akik néhány mindenki mással igazából sokkal nagyobb eredményeket és hatásokat élnek el. Tehát azt akarnám példaként hozni, hogy akik itt ültünk a fedélzeten, és mondjuk akár webshopunk volt, vagy alkalmazások, vagy ilyesmi, tehát a mi projektjeink, a mi ötleteink, akár úgy nézve a mi munkánk, annak ellenére, hogy úgy látszik, hogy üldögélünk és tanulunk, amúgy dolgozunk a háttérben. Tehát a rendszereinkértünk dolgoznak, valamint a emberiségért dolgoznak szintén. Az én vízióm az, hogy minden kapcsolatba fog állni mindennel, minden kis wifi hálózat, minden bevásárlás, lényegében az én vízióm az, hogy elvegyük teljes mértékben a készpénzt, tartunk mondjuk Kína felé, ahol ugye alkalmazásokkal fizetünk most már rendszeresen, és szinte az összes olyan eszköz, ami minket körülvesz, az ilyen IoT lesz, tehát online eszközök fognak minket körbevenni. Igen, tervezhetünk mezőgazdasági részleteket is, teljes városi képeket tudunk itt elő megtervezni, és mivel ennyire minden tervezhető, és tudjuk, hogy hogy fognak történni a dolgok, ezért mehetünk olyan területek felé esetleg, ahol még nincs semmi jelenleg, mert akkor olcsó akár az ingatlan is, és tudjuk, hogy kell behálózni, vagy akár termelni hozzá rendszereket. Az egyik saját víziónk, ami így különlegességként kiemelni, tehát egyrészt a monitorozható városi IoT eszközöket vettük alapul, azt vettük még alapul, hogy helyszínek vannak, ugye, mint ahogy elmondtam, akár Moldi, Mol, stb. Esetén is ugye a mobil eszközök, de van ugye fix helyszínek, mondjuk egy étterem vagy egy kávézó, és ami számunkra még egy lefedetlen területnek tűnik, hogy mi a zenehallgatással szeretnénk összekapcsolni ezeket az adatokat, és lesznek benne regisztrált helyszínek, lesznek benne user, akik szintén monitorozhatók, mi ezáltal kapunk egy nagyon értékes adatbázist, hogy ki hol szokott zenét hallgatni, milyen zenét szokott hallgatni, és kikkel, milyen helyszínekre fog járni, és igazából mi is ebben elősegítjük azt, hogy a monitorozhatóságát és a tervezhetőségét, hogy merre mozognak itt van az emberek. Ez egyébként egy prototípus formájában el is készült, részemről és alkalmazás felületet is terveztünk hozzá. Most befektetői státuszban van a projekt, tehát remélem egyébként, hogy egy-két éven belül ti is tudtok majd vele találkozni és akár használni Lézik Zene User. Most jelenleg több ilyen startup projekten és inkubációnál próbálkoztunk már, most úgy látszik, hogy a Metropolitan University és a Duke Startup Factory meglátta bennünk a lehetőséget, és elindulunk ezen az úton. Az út kapcsán annyit akartam mondani, és egy kis példát idehoztam, és ezt meg is néztük gyorsan tegnap, hogy tényleg ide tartozol és releváns. Tehát nem tudom, láttátok a filmet, mindenkinek javaslom az én a robotot, ugye Will Smith egy ilyen robot ellenes technológia, ellenes karaktert játszik ebben, úgy kezdődik szinte a filmet, hogy ide akar puffantani a robotot, mert biztosan jobb rosszat tett. Hát azt mondom, hogy mi is leszünk ilyen helyzetben, azt fogjuk majd érezni, hogy hú, itt most ez már túlment a mi komfortzónánkon, aki mi magánéletünkön, miért hirdetnek ennyi ránk a Messengeren, hogy mi szoktunk ilyen képzésekre járni, és hogy kerül már az igényeket, és honnan tudják ezzel az igényeinket, de őszintén lesz egy ilyen pont, hogy idegesek vagyunk, akár meg akarjuk szüntetni, hogy éprombolóvá szeretnénk változni, de hogyha hosszú távon nézzük, akkor inkább a az elfogadás felé és a kivégülés felé fogunk menni, és észreveszünk azt, hogy a mi életünket és a közösségi életét egyébként az hasznos irányba tolja, próbálja kényelmesebbé tenni a mindennapjainkat, és egyébként ez pedig szintén egy valóságos példa, hogy az első kiborg állampolgár Szaúd-Arábiában, hogyha jól emlékszem, és ez pedig egy kis ironikus dolog, hogy Will Smith ugye a filmben még harcolt a robotok ellen, most pedig már haverkodik, pedig a valóságban.
ezzel szeretnénk zárni az előadásunk, itt pedig az elérhetőségeimet találjátok, akár bármilyen jellegű együttműködés, marketing kampány vagy implant konzultáció esetére. Köszönöm a figyelmet!